Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Tatai Televízió napi híradóját látják december 8-án, kedd este. Tartsanak velünk! A koronavírus járvány legfrissebb adatairól számolt be a polgármester. Várják a szociális tűzifa igényeket az önkormányzat munkatársai. Rekordot döntött az öreg tavon éjszakázó vadludak száma a napokban. Országszerte növekszik a koronavírussal fertőzöttek száma, ezért továbbra is rendszeresen tart tájékoztatót a témában Mihi József tataváros polgármestere. A járvány terjedésének megelőzése érdekében hozott óvintézkedéseket és városunkat érintő legfontosabb információkat hallhatják a következő percekben. Kedves tataiak, a mai tájékoztatót azzal szeretném kezdeni, hogy tegnap miniszterelnök úr bejelentette, hogy január 11-éig meghosszabbításra került azok a korlátozásokról szóló rendeletek, amelyek tartalmazzák, hogy most ebben az időszakban milyen szigorú körülmények között visszük az életünket. Így a tatai rendeletünket is fönntartjuk, ami a maszk használatra vonatkozik a városban, és rögtön az elején szeretnék is kérni mindenkit, hogy ezt nagyon-nagyon tartsuk be. Tájékoztatom Önöket az intézményeinkkel kapcsolatban arról, hogy az általános iskolákban és az óvodáinkban, illetve a középiskolákban is a bölcsödékkel együtt a szakdolgozók folyamatos tesztelését a magyar kormány végezteti. Ez meg is történt az elmúlt héten is, és az a jó hírem van, hogy az általános iskolákban csak egy-egy fertőzött felnőttet találtak, diák összesen 3 van egyébként az általános iskolákból. Ugye a középiskolákban a digitális oktatás folyik, nincs fertőzött a tudomásom szerint egyik középiskolában sem, a felnőttek körében sincs, és az óvodáinkban pedig december 2-án szűrtek mindenkit, és összesen 2 fő pozitívot találtak, tehát 2 fő esetében állapították meg a fertőzést a tesztelés következtében. A bölcsödénkben 1 fő, aki a városi bölcsödében pozitívot produkált a tesztelés során, és örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Juniorka bölcsöde óvoda is teljes kapacitással működik, tehát az intézményeink ezen körében úgy tűnik, hogy a lehetőségek szerint minden rendben van, néhány apró kivételtől eltekintve. Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a hajléktalan szállón is, és a szociális alapellátó és a szociális otthon munkatársait is folyamatosan teszteljük. Hajléktalan szállón a dolgozók mindegyike negatív, a lakókat pedig a mai napon tesztelik az ott dolgozó munkatársak. Ennek eredményéről is a későbbiekben majd beszámolok, de eddig a hajléktalan szállón szerencsére semmilyen probléma nem merült föl ezzel kapcsolatban. A szociális otthonnal szeretném zárni a sort. A szociális otthonunkban továbbra is 40 fő, aki koronavírus fertőzött a Kocsi utcai otthonban. A fényes fasori otthonunkban nincsen pozitív fertőzött bent lakó idős gondozott. A dolgozóink körében, dolgozók közül 6 fő már visszajött dolgozni, 16-an vannak jelenleg otthon fertőzéssel, vagy karantén miatt. Csütörtökön fogjuk újra tesztelni a dolgozókat, mind a szociális otthonban, a Fényesfasoron is és a Kocsi utcában is. Nagyon köszönöm a szociális alapellátó munkatársainak, akik segítenek a szociális otthon működtetésében, hiszen a kieső 16 otthon lévő dolgozó helyett valakinek el kell végeznie a munkát. Köszönöm nekik. Tájékoztatom Önöket arról is, hogy az elmúlt napokban hogy alakult a gondozottaknak a
körében a fertőzés. Ahogy mondtam, december 4-én 40 fő volt az 54-ből pozitív. 9 fő van jelenleg kórházban Tatabányán, és egy olyan számot kértem a kollégáktól, hogy 2020-ban összesen hányan hunytak el eddig. A 2020 évben a 150 gondozott közül 50 fő az, aki elhunyt. Egyébként 2019-ben, amikor még nem volt fertőzés, ez a szám 62. Tehát körülbelül egy év alatt, az elmúlt évek tapasztalata is, ez így volt 18 és 17-es években, meg a korábbiakban is, hogy körülbelül a szociális otthon lakóinak egy harmada az, aki évente meghal. Sajnos itt már bizony 80 év fölötti gondozottjaink vannak. Jelenleg, amit elmondtam, hogy 2020-ban eddig összesen az egész évben, tehát decemberben vagyunk, tehát a 12 hónap alatt 50 fő hunyt el, ebből 80 voltak Covid-dal is érintettek. Egyébként ennek a 8 elhunytnak külön megkértem, hogy nézzék meg, 86 éves volt az átlag életkoruk, 82 volt a közülük a legfiatalabb, és 95 éves a legidősebb, és mindegyikőjüknek volt súlyos alapbetegsége. Jó Isten nyugtassa őket, sajnáljuk, hogy el kellett menniük. Igyekszünk a többiekre továbbra is nagyon-nagyon vigyázni. Ahogy említettem, a jó hír az, hogy a fényes fasoron egyik gondozott sem pozitív, és a Kocsi utcai otthonban lévő pozitív fertőzötteknek pedig változó az állapota. A többségüknek semmilyen jele nincs, tehát semmilyen tünete nincs. Minden nap mérjük, folyamatosan ellenőrzi a házi orvosunk, a nővérek mérik a lázukat, a véroxigén szintet, és természetesen egy folyamatos ápolás és odafigyelés mellett igyekszünk őket a lehető legjobban megvédeni és megóvni. Nagyon-nagyon köszönöm a házi orvosainknak, az egész várost illetően a házi orvosainknak, orvosainknak, a nővéreknek, és kifejezetten is a szociális otthonban dolgozóknak az áldozatos munkáját. Ahogy említettem, a szociális alapellátó munkatársai segítik ki és egészítik ki az ott dolgozóknak a munkáját. És hát természetesen innen Tatáról is nagyon-nagyon köszönjük a kórház áldozatos munkáját, a kórházi dolgozók megfeszített áldozatos munkáját. Jó Isten segítse őket ebben a nehéz időszakban, továbbra is adjon sok erőt ehhez az áldozatos munkájukhoz. Több száz fuvar tűzifával segíti minden esztendőben a rászoruló családokat, időseket Tataváros önkormányzata. Tűzifát igényelni az önkormányzat illetékes munkatársainál lehet, melyet a városgazda dolgozói szállítanak a megadott címekre. Idén is jelentős mennyiségű fát halmozott fel telephelyének udvarán a városgazda. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően Tataváros önkormányzata ezzel járul hozzá a rászoruló családok és idősek téli tüzelőjéhez. Valójában az önkormányzatnak a területén lévő legtöbbször kidőlt fák azok, amiket ugye a városgazda dolgozói kivágnak, összevágnak, ugye kugliznak, és behozzák ide a telephelyre. Ezeket a fákat szoktuk kivinni a megrendelés esetén. Körülbelül egy olyan 10 mázsányi fáról lehet szó. Erre megvan a megfelelő gépjárművünk, és mindenkinek ugyanazt a mennyiséget visszük ki a megrendelésre.
A szociális tűzifa rendszerről még 2015-ben hozott döntést a képviselőtestület. Évente nagyjából 200 helyszínre érkezik így módon segítség. Az igényeket az önkormányzatnál lehet jelezni, ahol a rászorultságot megállapítva bírálják el a kérést. Nagyon lényeges, hogy tudjunk segíteni azoknak, akiknek csak tűzifával tudják biztosítani a fűtést a háztartásukban, így különösen a téli időszakban fontos ez. Ezért is hozott olyan döntést még 2015-ben a képviselőtestület, hogy azoknak, akiknek ebben segítségre van szükségük, azok október 1-e és január 31-e között tudjanak fordulni az önkormányzathoz tűzifa támogatásért. Tehát minden olyan tatai, akinek a háztartásában csak tűzifával biztosítható a fűtés, fordulhat hozzánk. A polgármesteri hivatalban a földszinten találja meg az irodát, és a 34-es körzet 588-638-as számon tud érdeklődni. Egy formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmet, és 10 mázsa fát tud biztosítani az a támogatás keretében az önkormányzat. Általában ezek viharkárban megsérült fák, de jó tüzelőértékkel rendelkeznek, és ezért kérünk mindenkit, akinek szüksége van a támogatásra, az keresse fel az ügyintézőnket. Eddig ebben az évben 84 fő részesült tűzifa támogatásban, senkit nem utasított el az önkormányzat, aki ilyen kérelemmel fordult hozzá. Folyamatosan erősödik a vadludak beáramlása a Kárpát-medencébe. Az 1980-as évek közepétől nem számoltak a szakemberek annyi vadludat a tatai öregtavon, mint november 30-án. A jelenlegi csúcsszám 55.200 példány, de a következő napok is hozhatnak meglepetéseket. Sokan álltak meg fényképezni ma késő délután az öreg tó partján. Ritka pillanatok egyike, amikor a vadludak egészen közel húzódnak a tóparti sétányhoz. Most is nagy tömegben éjszakáznak a madarak az öreg tó vízén. A létszám a napokban rekordot is döntött. 55.200 vadludat számoltak a szakemberek. 6 évvel ezelőtt volt utoljára, amikor 50.000-et meghaladta a számuk, de hát most még ezt a rekordot is sikerült dönteni, és ráadásul most már egy jó ideje itt van ez a minimum 45.000-es csapat, és hát a számuk egy picit ingadozik, 45 és 50 egy néhány ezer között, úgyhogy aki sok vadludat szeretne látni, az most jöjjön. A számok emelkedését egyrészt az enyhe téli időjárás okozza, hiszen bőséges táplálkozó területet találnak az északi vendégek tata környékén, de nem csak nálunk, országszerte ígéretesek az adatok. Sikerült elcsípni egy nagyon jó vonulási hullámot, ami nem mindig nálunk csúcsosodik, tehát most volt egy nagyon szép, egy országos szinkron számlálás. Hát ott gyakorlatilag a Velencei tó környéke és a Tata, ami messze kimagaslik a mezőnyből. Így fajlagosan, aki tényleg rengeteg ludat szeretne látni, mondjuk egy hektára vetítve, az itt találhatja meg a számítását. Annak érdekében, hogy a madarak továbbra is Tatán vendégeskedjenek, számos óvintézkedést vezettek már be a helyi madarászok és az önkormányzat munkatársai. Továbbra is nyomatékosan kérik a tataiakat és a városba érkezőket, hogy ne zavarják a madarak nyugalmát, például a mederben tett sétával. Az, hogyha betartjuk a táblákon megfogalmazott előírásokat, hogyha nem gyalogolunk be a földnyelvre, nem gyalogolunk be a ludak közé egy-egy jó fényképet készíteni, ha nem drónozunk, ha nem tűzijátékozunk, vagy akár, hogyha mondjuk az öreg tó vízszintjét ennél a színnél nem visszük lejjebb, akkor már sokat tehetünk azért, hogy a jövőre 50 éves Ramsari Egyezménynek mi magunk is megfeleljünk, és kicsiben helyben mi sok mindent tehetünk, tataiak. Tataváros önkormányzatának és helyi vállalkozók adományainak köszönhetően a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat idén is szervezett melegételosztást decemberben 12-én, 19-én, 23-án és 30-án. Az osztás később januárban is folytatódik majd. A Magyari Zoltán Művelődési Ház előterében az étel helyben való elfogyasztására nincs lehetőség, csupán elvitelre 15 órától 17 óráig az előbb említett napokon. A Tatai Szociális Alapellátó Intézmény munkatársai továbbra is várják azok hívását, akik a járványügyi helyzettel kapcsolatban, ellátásukban segítségre szorulnak, például idősek, karanténban lévők vagy nagycsaládosok. A munkaidőben és az éjjel-nappal hívható telefonszámokat a képernyő alján olvashatják.
Keddesti híreinket összefoglaljuk még egyszer röviden. A koronavírus járvány legfrissebb adatairól számolt be a polgármester. Várják a szociális tűzifa igényeket az önkormányzat munkatársai. Rekordot döntött az öreg tavon éjszakázó vadludak száma a napokban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, december 8-án kedd este a Tatai Televízió napi híradóját látták. Maradjanak velünk a továbbiakban is, Sportkett című műsorunkkal folytatjuk. Én szép estét, jó egészséget kívánok Önöknek, viszontlátásra!